A hagyományokhoz hűen idén is megrendezték a csalai majálist. Az ünnepen Cserpakovics András polgármester, majd Östör Anna Mária, településrész önkormányzati képviselője köszöntötte a családokat. A képviselő örömének adott hangot, hogy Csala az elmúlt időszakban a városvezetésnek is köszönhetően számos közösségi térrel gazdagodott. Amikor én képviselő lettem Csalán, hát azt kell mondjam, hogy a mostanihoz képest szinte semmi nem volt. Nem volt gáz, nem volt internet, nem volt csatornázás, nem volt játszótér, nem volt közösségi tér, úgyhogy ezeket mindet sikerült ennyi idő alatt megoldanunk. Én nagyon remélem, és az itt lakók közül is nagyon sokan megerősítik, hogy nagyon jól érzik itt magukat, nagyon szeretnek itt lakni, gyönyörű természeti környezetben, és valóban egy Székesfehérvárhoz méltó infrastruktúrával felszerelve. A majálison a játszótér megújulásának köszönhetően meg annyi hagyományos és különleges játék fogadta a gyermekeket, és természetesen nem maradhatott el a bábjáték sem, amelyben Barna Zsombor előadásában Vitéz László keresett menyecskét mindenki örömére. Jó 10 éve rendeztük először a csalai majálist, és ez minden évben beválik, ez minden évben nagy-nagy örömet okoz az itt lakóknak, és mostanában rengetegen költöztek ki kisgyerekekkel. Látszik, hogy mennyire más korosztályokban mindenki megtalálja a számára megfelelő elfoglaltságot, játékot, úgyhogy ennek nagyon örülök. Ki is helyeztünk meglepetésnek egy új játszóeszközt a gyerekeknek, úgyhogy minden adott egy szép, tartalmas nap eltöltésére Csalán. A nap folyamán egészen késő délutánig napsütésben mosolygósan további programokkal köszöntötték a családokat a Török Ignác utcai játszótéren.